A visszaemlékezők megjegyzik, hogy egyik kezében kard, másik kezében zászló volt asztalosnak. Valószínű, hogy egy ilyen zászló, sőt, talán pont ez a zászló volt az ő kezében, amely szintén Aradon van. Ez egy szabvány honvédségi zászló. Tehát az a különbség ez a zászló meg a nemzetőr zászló között, amit már néztünk, hogy azt a batonyai asszonyok csinálták, egy teljesen egyedi darab volt. De ilyen zászlót már látunk máshol is nyilván nagyon sokat, a legtöbb könyvben ezt teszik be, mert ebből a zászlóban nagyon sokan ezt a honvéd ruhagyárak készítették, és tulajdonképpen szinte majdnem minden honvéd zászlónak ilyen zászlója volt, legfeljebb szalagokat raktak rá, hogy megkülönböztessék, de az már nincs meg. Azért gondoljuk, hogy talán pont ez a zászló volt, mert a 29-esek részt vettek a temesvári csatában. Ez azt jelenti, hogy nem vettek részt a világosi fegyverletételnél. Mert a világosi fegyverletételnél főleg azok vettek részt, akik Görgei Artúr hadseregével vonultak északról délnek ide az egyesítés véget. Ugye a fehér tollasok, Vasil Józsefék is köztük voltak. Tehát ők a világosi fegyverletételnél vesztek részt, de viszont a 29-esek a vesztes temesvári csata után még tovább menekültek, és mielőtt megadták magukat, addig már jelentős részük szétszél lett, és valaki a zászlót is elvitte magával Aradra, és őrizte. És hogyha ez a zászló már nem került az oroszok kezébe, akkor nagyon valószínűség, hogy ez van ott Aradon. És íme az aradi hős, asztalos Sándor, aki nem esett fogságba, emigrációban élt, egész addig, amíg Genfben, párbajban életét nem vesztette. A 112-es lista, amit már említettem, annak az elejét látjuk, az első 36 főt. Valószínűleg ők lehettek a 29-esek, hiszen a lista eleje ment először a legelső bevonulásra, és akkor Aradon szervezték éppen a 29. zászlóaljat. Hát, röviden ennyit a szabadságharcról. Ezután egy nagyobb fejezet következik a könyvben, amely úgy szól, hogy események a mindennapok életéből. Most csak a Rudály György ügyet, illetve a nemzetiségi problémákat szeretném kiemelni. Ugye láttuk már, hogy Rudály György ilyen alpolgármester féleség volt, sőt ilyen nemzetiségi képviselő, tehát szerb származású, és abban az időben ugye a szerb felkelés miatt gyanúsá vált az összes szerb, sőt ő maga is. Be is vádolják, hogy a nemzetőröket nem akarja küldeni, a szerb nemzetőröket, és ennek a vizsgálatnak az lesz az eredménye, hogy felmentik tulajdonképpen, Návai László helyettes főszolgabírót küldik ki, hogy tartsa meg a vizsgálatot. Elég érdekes, ugye a nyelvezete, látjuk, hogy csupa AA betűvel vannak még a szavak írva. A lényeg az, hogy senki se találhatott, aki a volt bíró ellen nyomatékos vádat állíthatott, vagy bebizonyított volna. Így tulajdonképpen a vádaskodások meghiúsultak, és hamarosan ismét bíró lesz Rudály György. Egyébként ez a sok A betű, ez lehet, hogy egy ilyen tóti jellegzetesség, talán a magyar nemesség, hogy a török számvizetés idején a felvidéken élt, és elképzelhető, hogy ott ragadt rá valami, amelyet még 1848-ban nem nőttek még igazán ki. Egyébként más okmányokból is kiderül, hogy a szerb probléma, illetve az nemzetiségi probléma. A batonyai nemzet, őrsereg, szerb és polák ajakúak között félelem miatti ellenszervet tapasztaltunk. Tehát, hogy nem nagyon akarnak menni nemzetőrnek már egy idő után.
De egy másik beadványa meg az derül ki, hogy már, már minden baj, ha mennek az a baj, ha nem mennek az a baj, ha maradnak az a baj, mert mindennek a legrosszabb oldalát nézik. Tornya és Batonya községeinkben mutatkozott Illír szellem féken tarthatása tekintetéből, megyénket erő nélkül hagyni tanácsos nem volna, az itthon maradt nemzetőséggel fölváltani. Tehát itt megszakad a szöveg. Ugye az Illír szellem az ugye a délszlávokra vonatkozik, ez egy ókori kifejezés. Látszik is, hogy a magyar nemességnek az ilyen latinos ókori műveltsége elég jó volt akkoriban. Tehát az illetékes előjáróknak nagyon sok fejfájást okozott ez a nagy részt szerb lakosokból álló mezőváros. Ugye a vallási megosztás annak idején Batonyának, hát 5000 görög keletivel, amelynek ugye nagyobb része szerb. Ez mutatja a nemzetiségi viszonyokat is. Mindössze 1330 katolikus volt 1850 körül. És amely katolikusoknál tartunk, mindig érdekességet emelnék még ki. 1849-ben találtunk egy pandúr névsort, azaz törvényhatósági szolgák hivatalosan, bár üldöző legényeknek is hívják őket. Vincent néhány neve van kiemelve feketével, mert elképzelhető, hogy ő talán azonos azzal a Vincent Mihályjal, aki építette a katolikus területében lévő kápolnát. Hát ugye vele kapcsolatban van egy legenda, miszerint pandúr volt, és egy bűnözőtől szerezte meg a rablott kincseket. A bűnözőt felakasztották, és ő a rablott kincsekből gazdagodott meg, és elég sok adományt adott. Hát látjuk, hogy ennyi alapja van az egész történetnek, hogy vagy ő, vagy egy hasonló nevű másik ember volt pandúr. Tehát ezt még mindig nem tudjuk, hogy ő vagy nem ő. Egyébként fizetésemelést kértek, elfelejtettem mondani, azért írták ezt az egészet. A szabadságharc utóéletét tárgyaló fejezetben szó esik a Honvéd Egyletről, amely 1867-ben alakulhatott, amikor már a viszonyok ezt ugye megengedték, a kiegyezés megengedte. Ez hamar felbomlik, de 1890-ben újra alakul, ekkor 24 tagja van. És azt látjuk, hogy koldustól a földbirtokosig minden kategória megtalálható. Tehát a nemzet igencsak egységes volt 1848-ban, amikor harcolni kellett. Hát nem lehetett ennek a Honvéd Egyletnek tagja Asbóth Albert János, a nemzetőr tiszt, akiről már beszéltünk. Már két okból sem lehetett a tagja. Egyrészt ő már meghalt 1859-ben. Másrészt, ha élt volna, se biztos, hogy tag lehetett volna, mert csak, ugye idézőjelben csak nemzetőr volt. Ő evangélikus vallású volt, és a református temetőben lévő családi kriptában nyugszik, amely jól látható az út mellett, ha arra elmegyünk, de a könyvben is lesz kép erről a kriptáról. És egy érdekesség, amely így most október 6-án különlegesen esedékes érdekesség, hogy ő unokatestvére volt Asbóth Lajos ezredesnek, aki Görgei Artúr alvezére volt a dicsőséges tavaszi hadjáratban. Igaz, hogy később valamint összekaptak és leváltottak Görgei. Lehet, hogy pont ez volt a szerencséje, mert így ezredes maradt, nem lett tábornok. Mert bizony, ha tábornok lesz, akkor valószínű, hogy ő is aradi vértanú lett volna. Ugyanis az ezredeseknek általában még megkegyelmeztek, nem sok ezredest végeztek ki, az aradi tizáról is ugye egy ezredes volt a Lázár Vilmos, a többi volt vezéről nagy, azaz tábornok. Ő az, Asbóth Lajos honvéd ezredes, akit halálra ítéltek, de végül kegyelemből 18 év vasban eltöltött fogságra ítéltek. Hát abból csak 5-6 évet kellett azért letölteni végül.
Maga Albert itt maradt Batonyánál és gazdálkodott a 696-os sorszámot viselő házban, ugye, és utcanevek még akkor nem voltak erre se, tehát nem csak Amerikában, akkor még itt sem voltak nagyon utcanevek. És talán a román templom környékén lehetett az a ház, ahol egy bizonyos magyarosi ház is volt, ugyanis a Hermina leánya magyarosihoz ment feleségül. Ez egy régi fotó Batonyáról, és látjuk, hogy ott a román templom mellett van egy régi ház, amely most éppen árulnak, ki van. Nem tudom, hogy ez talán az Asbóth ház, vagy a magyarosi ház lett volna, vagy másik régi ház volt, nem tudom, de ez nekem feltűnt, hogy ott van egy régi ház. Jobbra, templomtól jobbra. Ez egy pár éves régi fotó, ezt interneten találtam, régi fotó. Ezt nem én fényképeztem, ez Magosról fényképezve. Ez egy pár éves fotó. A 90-es évek végén, a 90-es. Nem, még a korábban csak kiszínezték valószínűleg. Nem tudom, akkor tették fel. Egyben. Ja, igen, igen, tényleg. Most az ott megy a Damjani utca. De a ház az megvan. A ház az megvan, az a lényeg. És megvan a ház? A ház megvan. Az megvan. És most éppen árulják, tehát azok, ez a fajta sok éve talán egy tájháznak. Az megvan, de ez régi. Régi, persze. No, hát a leszármazottak közül magán asbótok nem élnek. Az egész országban több száz asbót van, az ívű 300 valamennyi dobott ki, megnéztem kíváncsiságból. Itt találkozunk egy táblázattal, látjuk, hogy tehát elkerültek alapvetően Batonyáról. Volt egy ügyvéd, meg egy orvos fia is egyébként, akik még itt tevékenykedtek. Hát több volt honvédtisztről is esik néhány szó a könyvben, most azt nem részletezem. Például ugye a Lakatos család, Vernán család, és annyit jegyezünk meg, hogy ezek a családok, ezek a nemes családok a szabadságharc veresége után telepedtek meg itt, tehát vártak Batonyaiba, eredetileg nem voltak batonyaiak. Itt kezdtek gazdálkodásba, vagy más értelmiségi ügyvédi tevékenységbe, és az ő jelenlétük nyilván hozzájárult a városnak a monarchia beli fejlődéséhez. Hát végül egy kikjárhatok Batonyán fejezette az árul a könyv. Valószínűleg járt erre Damjani tábornok, ugye Arad ostromáról már beszéltünk. Januárban ő itt Arad környékén állomásozott, gondolkodott az ostromon, de végül is úgy látta, hogy annak most még nem jött el az ideje, és Batonya fele vonult el, észak felé nyilván, hogy részt vegyen a dicsőséges tavaszi hadjáratban. Kossuth Lajos pedig minden bizonnyal 1849 nyarán, amikor Szeged és Arad között ingázott, egy-két alkalommal valószínűleg áthaladt Batonyán. Ó, és Takács László szavéval zárom. Ezt nevezhetjük szellemi végrendeletének is tulajdonképpen. Érdemes lenne egy részletesebb tanulmányban megírni településünk történetét, ugyanis ez a részletesebb tanulmány több szempontból is hézakótló lenne. Köztudatba juttatná azokat az eddig ismeretlen neveket, akik szerepet játszottak az eseményekben. Hát reméljük, hogy ezzel a tanulmánnyal valamelyest ő is elégedett lenne, és sikerült a neveket előtérbe hoznunk. Több száz név benne van magában a tanulmányban is, de nem mindenkiért, ezért érdemes tényleg egy nagyítót vásárolni, és a függelékben mint egy 1000 név szerepel, és ott talán találunk ősökre utaló jeleket, neveket. Úgyhogy mindenki a kutatást maga tudja folytatni a könyvvel. Igen. Igen, igen.
Egyébként Batonyának abban az időben 7-8 ezer lakossága volt, nem tudjuk pontosan, mert találtam 7400-as és 8400-as is. Az egyik elírás, de valószínűleg a 7400-as volt a jó, és éppen hogy lemaradt Makóról. Egyébként egy adakozók listája is benne van a könyvben. Pár forinttal kevesebb adomány gyűlt össze Batonyán, mint Makón, amikor a honvédeknek gyűjtöttek. Hát köszönöm szépen a szíves figyelmüket! Köszönöm szépen Gábornak az előadását, remélem, hogy izgalmasnak találtatok, és akkor kifelé, nem tudom, hogy ha megkérdezném, hogy ha valakinek van kérdése, akkor Gábornak ezt fel lehetne tenni, hogyha szeretne valaki valamit kérdezni. Ha nem, akkor pedig nagyon óvatosan kellene szépen sorba rendben, mert szűk a kifelé vezető út, és ugye mindenkinek szeretnénk könyvet adni, és azt is szeretnénk tudni, hogy kinek adtunk, hogy amikor majd osztjuk tovább, akkor ne legyen ebből galiba. Aki nem nagyon siet, akkor ajánlom még itt a házi kiállításunkat egy picit megnézni, és akkor valahogy úgy a kolléganőt... Igen. Igen. Hogy ott segítkezne valaki a kiosztásnál, már sokan vannak, nem szeretném. Ha bárki is könyv nélkül menjen haza, és akkor körülbelül tudjuk, hogy kik kaptak, hát tudjuk itt a intézetvezetőt. Nem baj az, hogyha a testületi tagok, akik most amúgy is, hogy én azt nem bánnám, mert a testületi tagok, bocsánat, hogy mondom ezt, azok a testületi tagok mindegyik megkapja, aki testületi tag, de az, és aki intézmény vezető, hirtelen nézem, van, igen, vannak intézmény vezetők, ők is megkapják hivatalosan, arra kérném, hogy nyugdíjas klub is vigyen, mindenki, intézményvezetők, testületi tagok, azok külön meg fogják kapni, hogy ne legyen ebből semmilyen keveredés, és ahogy Márti, te fölvetted a névsort, te tudod, mert mi írtunk erről, hogy kiknek szeretnénk eljuttatni, hiszen ezt záros határidőn belül szeretnénk az 500 emberhez eljuttatni, de ha látjuk, hogy van egy kis baj, akkor most már jobban ráér a nyomda Makón, csináltatunk még, vagy Komlós, bocsánat, Komlóson, jobban ráér most már, van ideje 3 évig, vagy 4 évig, akkor egy kicsit, hogy mondjam, utánnyomunk, hogyha tényleg olyan szintű az érdeklődés, ha ennek hírét viszitek, elviszitek magatokkal, mert ez egy tényleg nagyon csodálatos dolog, és a Városházán mindenkit nagy szeretettel várunk, hogy majd a zászlót megtekintse, és be fogjuk majd mutatni, ha meg lesz az ászló, nem tudom mikorra. Körülbelül egy másfél hónap. Egy másfél-két hónap múlva, tehát lehet, hogy karácsony előtt be fogjuk tudni mutatni ezt az ászlónak a másolatát, ami igaz, hogy új lesz, de ugyanilyen lesz mindig. Ez másolat, de az eredetit nem tudja megkapni sem Magyarország, sem Szeged, se mi nem tudjuk megkapni, mint Batonyája. Hogy a kiosztásnál Mártikám négy szíves akkor, és még egyszer nagyon nagy szeretettel, nagyon nagy tisztelettel megköszönöm nektek, nagyon örülök, hogy ennyien itt látnak benneteket, és én bízom benne, és higgyétek el, hogy még egy mondatot engedjetek meg. Mindig csak azt mondtuk, hogy amikor betelepítették sakktáblásan Batonyát, óriási űr van előtte. Higgyétek el, hogy ennek olyan stratégiai fekvése volt a szárazérnél, hogy olyan érdekes dolgot tudunk meg, és ott van Tóth Komlós, hát nézzétek meg, hogy vonulunk végig, Mezőkovácsház arra végigházva, milyen vonulat volt ez. Hát ugyanez a szárazér, ami Batonyát keresztül szeli a fürdőné, Tóth Komlóst is átszeli. Hát itt végig itt voltak azok a 6000 éves avarkori egyéb települések, a punoktól, Attilától kezdve mindenki, hogy valahogy tudjunk már egy kicsit többet erről, és ezt meg fogjuk indítani, ezt a munkát, és akkor már úgy készüljetek, hogy 3 napi hideg élelemmel. Mert ha én elkezdek beszélni, az megtart reggelig, utána Gábor folytatja délig, és még egy-ketten a kérdésekkel hozzácsatlakozunk, de én azt